Na sziasztok, fiúk, lányok, én Zsi vagyok, srácok, lányok. Hát eljött a pillanat, amire szerintem mindenki várt, végre kifizetődik az, ami eddig nem fizetődött ki, hogy ugye mindenki arra fókuszált, hogy a százas pokék, csak a százas pokék, dübörögjenek a százas pokék, jaj, csak a százas, az legyen felpávarapolva. Na, hát most eljött a százas pokék ideje, gyerekek, mert hogy elérkezett a Master Liga. Fú, hát itt aztán lesz rombolás rendesen, nagyon komoly pokékkal állunk majd szembe, és nagyon komoly pokékat kell felhúznunk. Ami hát úgy kezdődik, mint ahogy kezdődött az Ultraliga is, Giratinával. Ismételten azon az oldalon vagyunk, amin eddig is bemutattam nektek itt a különböző pokékat. Nos, hát itt van drága Giratinánk, te jó Isten, ez a vadállat, Shadowclaw, Ancient Power, Dragonclaw. Mit mondhatnál? Egyszerűen ki kell neki váltani a second move-ot, én is kiváltottam a mai nap alkalmával. Egyszerűen kötelező, nincs választás, muszáj neki, kell a Shadow Claw, kell az Ancient Power, nagyon kell neki, és a Dragon Claw is azért kell, hogy szelegessen. Hát 15-15-15-ös stattal kell rendelkeznie, ugye hát Master minél erősebb, minél nagyobb, minél komolyabbnak kell lennie, szóval szerencsére nekem beadta a kis HD-szomat. Van egy ilyenem, valószínűleg, hogy a közeljövőben fel is fogjuk ezt power-upolni együtt valami live formájában. Következő csodálatos poki, amire szükségünk van, a Dialga, ami sajnálatos mód nekem nincs, pedig egy nagyon vadállat, nagyon nem normális poki, Dragon Breath-tel egyszerűen söpörni fogja például a Giratinát is. Iron Head, Thunder támadást ajánlják neki Charge Move-ba. Iron Head a kis fériket tarkon tudja haintani, féri, hát milyen férik csúszhatnak itt majd be, Togekissről láttam már információkat, hogy ezt eléggé ajánlják, ezen a listán majd csak a végén találkozunk vele, de amúgy ott lesz a szeren, higgyétek el nekem. Ugye hát ennek is értelemszerűen itt szinte tényleg csak az van, itt 100%-os pokék kellenek, szóval láthatjátok itt 15-15 ennek is az ajánlás, ide 100-as pokék kellenek, az a legjobb. Persze, hát azért most ilyen 85 fölött már nagyjából azt mondanánk, hogy mindegy, de nem. A Master Ligában vagyunk, gyerekek, itt semmi sem mindegy, itt oda kell támasztani. Vágod? Nincs szarakodás. Százas pokékkel, hogy minél keményebb legyél. Következő drága Dialga után, szép ez a poké, hogy miért nem csináltam akkor a réteget, hagyjuk is. Giratina Origin formája, ebből is van egy 96%-osom, de sajnos nincs annyi munícióm, hogy mind a kettőt felhúzzam, mert az iszonyat költségekkel járna. Így is a Giratina Alter formnak 100 candy és 100 000 dust volt, amikor rákattintottam arra a gombra, így éreztem, hogy valami szakít belülről, de muszáj volt. Ki fog az fizetődni, higgyétek el. Már előzőleg kifizetődött, mivel használtam őt az ultraligás meccseknél. Gyerekek, egy 5-5 ultraligás meccset lenyomottam Charizard a kis Fekuszommal, Giratina a kis Hadesunk és Venusaur Mr. Frenzy csapattal. Gyerekek, olyan 5-5 easy win volt, de jó, nem volt easy win, azért voltak szoros pillanatok, de szerencsére nagyon ott voltam a meccseknél, mind mentálisan, mint mindenhogy. Hoztam őket, tudjátok, a tapu oda támasztott. Igaz, hogy előtte vertek el kétszer úgy, egy privát PvP-be, hogy na mindegy, hagyjuk is, igaz, Csixi? Jó, köszönjük. Következő itt Kyogre-t ajánlja. Hát igen, Kyogre-nk az ott lehet a szeren. Én látok benne fantáziát. Waterfall, Surf, az most ugye a must have charge atakja neki, és Thunder támadással. Szerintem igen, én látok benne fantáziát, fogják is használni. Lugi, ó, a kis Lugiánk, végre az öreg pajszert fel fogjuk pattintani, gyerekek, az a nagy helyzet. Az öreg 98%-os pajszerunkat fel fogjuk pattintani, aki már régóta követ, tudja, hogy kiről beszélek. Adunk neki majd Dragontail, szerintem már alapból a támadások be is vannak amúgy neki állítva. Dragontail Sky Attack, ha nem, akkor majd beállítjuk mi. Szóval igen, Lugiánk is lesz a csapatban, ezt már most el lehet könyvelni. Következőnek itt a hatosra Palkiát pattintotta be. Palkia nagyon vadállat, Dragon Type Pokémon, Dragon Breath, Hydro Pump és Fire Blast támadásokat ajánl neki. Most ezekkel csak az a probléma, hogy nem tudom, milyen gyorsan töltenek ezekbe.
Fene tudja, én ebbe a palkiába, ne haragudjatok, de nem látok annyi fantáziát, mint egy Dragonite-ban például, ami ugye majd söpörni fog. Én biztos, hogy használni fogok Dragonite-ot. Nekem az is tetszik, szóval valószínűleg, hogy... Ja, azt is használni fogunk. Mm-hmm. Következő a vadállat, Armored Mewtwo. Természetesen belőle is százasra van szükségünk, hogyha komolyba szeretnénk űzni az ipart. Nos, hát igen. Armored Mewtwo, Confusion, Rock Slide, Dynamic Punch támadása szerintem egy oltárian jó opció lehet. Sajnálom, hogy nincs ebből egy jó... Ebbe is látok fantáziát, gyerekek, hogyha van belőle százas, pattintsátok ki iszonyatosan, ez söpörni fog. Nagyon-nagyon csibész egy poké. Mewtwo-nk következő Psyhawk-át, Psystrike és Flamethrower-rel. Ugye a Flamethrower az a következő poké ellen nagyon hasznos lehet, itt a gyönyörűséges melmet áll. A Mewtwo-ra még térjünk azért vissza, ugye láthattatok, talán volt egy meccs, amikor nagyon szétalázott egy Psystrike-os Mewtwo, ugye a Psyhawk-attal nagyon gyorsan felcsárzsolja a Psystrike-ot, szóval szerintem hasznos lesz. Iszonyúat, gusztustalan. Ne kelljen bemutatni egy Mewtwo, gyerekek. Támaszt, ahova, gyerekek, befele taszít, kifele szakít. Valami ilyesmi lesz a Mewtwo atakját, tudjátok. Egyszerűen pusztít az öreg Mewtwo-nk. Vaj, de szeretem azt is. Kár, hogy nincsen még mindig sányból. Na mindegy, normális állj is. Pedig mennyit rédelte most rá a 4-5-öt? Hagyjuk is. Következünk Melmetal. Melmetal az eléggé törékeny volt, törékeny kis lelke volt az Ultra Ligában, páran próbálkoztak vele, de nem sok sikerrel, gyenge volt egyszerűen, ő nem oda való, ő a masterek közé való. Meltán mester gondolom már ki is tenyésztett az ő vadállat példányát, ez egy nagyon jó poké lesz, egyszerűen jó, én imádom a Melmetalt. Thundershock, Rock Slide, Thunderbolt, verhetetlen, komoly lesz. Hogyha tehetitek is, van belőle jó IV-sotok, őt húzzátok fel. Mew, hát a Mew, kicsi Mew-nk, nekünk van egy egész jó Mew-nk, de ennek, gyerekek, támadást vadászni, tudja, annyi támadás van, mint az állat. Hát most legyen, kinek van ennyi TM-e? Nekem már nincs. Régen volt, már nincs. Shadow Claw támadásra, Rock Slide és Surf támadásra a legpengébb, szerintem nem lehet ő rossz, kicsit törékeny pokécska, hát nem tudom, nem lehet rossz, de én nem ajánlom. Ő nem az, akire szükségünk lesz a Master Ligában. Latiasunk viszont már annál többet ígérhet, Dragon Breath, Psychic és Thunder támadással használgatnák itt a profik. Hát figyelj, Psychic, Thunder, végül is... Nem rossz, én azt mondom, de Latiosban én több fantáziát látok. Én valahogy jobban csipázom azt a pokit. Lehet a színe miatt. Lehetséges. Gyönyörű Latiosunk, ugye Dragon Breath, Dragon Claw és Psychic támadással. Én szerintem nekem lesz egy ilyenem. Ha nem is most, de a közeljövőben szerintem lesz. Szóval, igen. Ugye van, ebből is van egy százasom. Most jelenleg a Psychic-ra van állítva, mert ugye nem is tudom, volt van egy poké, aminél használtuk rédezés közben. Na majd szépen vissza lesz ő állígatva Dragon Breath, Dragon Claw-ra. Nagyon szerettem a rakéták ellen, nagyon-nagyon szeletelt, egyszerűen egy vadállat poké volt. Jó volt. Garchomp-unk a következő áldozat, Machot, Outrage és Sand Bomb. Ugye a Sand Bomb az tudja decrease-elni a defenzeret PvP-nél, ez talán azért lehet. Egy Sand Bomb ide neki. Outrage ugye nagyon fasz a Machot, meg hát tölti felfele a charge-okat, mint az állat. Igen, hát figyú. Garchompon még nincsen kipattintva. A kis Ghiblinket már kisétáltattam, már Best Buddy-m. De annyira cuki, úgy picinek, hogy... Nem akarom ivóval volni, olyan kis vagány, kis pici gombóc azzal a kis cápa fejével, nagyon vagány, nekem úgy tetszik, nem tudom, hogy mikor fogom ivóval volni, nem hiszem, hogy mostanában, egyszerűen túlságosan tetszik így picinek. Ilyen ez, Regirockunk itt is megmutatkozik, a Regi Brigád első oszlopos tagja, ugye Registeelünk nagyon hasznos volt mind a kettő Great és Ultra Ligában, de sajnos ide már nem ér föl. Regirock viszont még ide beír a 13, a 14. helyre. Lock-on, ugye, ami nagyon nyomja felfele. Ugye nem sokat sebez a Lock-on, Fast,
move-ja, de annyira tölti fel a támadásait, hogy iszonyat mód. Stone Edge és Focus Blast találják, figyú, én ebben látok fantáziát, ez gusztustalanok ezek a regik. Nagyon-nagyon ott vannak a szeren, és végre eljött Snorlaxnek az ideje. Gyerekek, az öreg Snorlaxünket tuti, hogy olyan szinten ki fogjuk pattintani, hogy nem láttatok még olyan kemény Snorlaxet, ugye? Van egy, hú, hogy is hívják a kis Snorlaxet, hajtok már csak akkor, elfelejtettem a Snorlaxem nevét, mekkora egy szégyen vagyok, te jó Isten, pedig itt van a hegyemen. Pacek, olyan kis pacekunk, egyen meg League Body Slam, Heavy Slam támadása, Heavy Slam, jó figyú, Leak és Body Slam must have, az kötelező. De itt a Heavy Slammel itt még én nem biztos, hogy Heavy Slam-et ők itt azt ajánlják, de én egy jó kis Outrage-el jobban el tudom képzelni. Ugye nézzétek, kik vannak itt? Giratina, Dialga, Giratina Origin. Szerintem ezek miatt, a nagy vadállatok miatt érdemesebb Outrage-es Snorlax-et használni, de a Body Slam az kötelező. Az mindenképp legyen neki. Oké, és oké. Metagrossunk következik itt a porondon, Snorlax után egyből Bullet Punch, Meteor Mash és Earthquake támadással. Figyú, sokan használták ugye, amikor ő bejött, sokan kedvelték, sokan használták még a PvP-nek a fénykorában. Én még most is látok benne némi fantáziát. Vadállat ez a poké, erős, kemény, szerintem. Szerintem, hogyha van belőle egy jó IV-sod, ezt úgy be lehet vetni, bevethető. Jirachi, figyú! Én még mindig nem tudom, hogy mi ez a kis csipasz. Fogalmam sincs, hogy mi ez a poké. Már előző videóban is volt talán róla szó. Én nem tudom, haver. Erről nem tudok véleményt alkotni. Ne haragudjatok, ez valami... Nem tudom, hagyjuk. Raikóval foglalkozzunk inkább, itt Volt Switch támadással, Shadowball és Wild Charge. Figyú, én ebbe látok fantáziát, basszus, ez a Raikó, ez nagyon erős poki, van belőle 100-asunk, szóval bele is investálnunk kell majd hamarosan. Ugye itt mindegyiknek 100 candy a híja, szerintem, szóval igen, Raikót ajánlom, van belőle 100-as, pattintsátok secondary charge move-ot, váltsátok ki szépen, hogy két dupla charge-ra legyen neki, és akkor Shadowból, Wild Charge-val ez szakítani fog, jó, jó a Raikó. Jó lesz, ja, Regice-unk is bekúszott ide a 19. helyre. Többször is megmutatkozott már ez a poki, ugye az Ultra Ligában is ajánlották, viszont senki se használta. Én nem találkoztam olyan emberrel, és nem láttam olyan embert, aki használta volna ezt a pokét. Figyú, pedig nem rossz ez. Én azt mondom, hogy nem rossz. Ha volna rá munícióm, én kipróbálnám, mert amúgy szimpatikus. Rohadt jól néz ki, nekem ez tetszik a legjobban amúgy a három közül. Registrén nagyon hasznos, nagyon szeretem használni, de úgy kinézetre nekem ő a favorit, ugye Lokon támadás, Earthquake, Blizzard alajánlották az Ultra Ligában is, ez most sincs másképp, csak 100-as IV-val kell, hogy rendelkezzen a kicsike, és végre eljött Dragonite-unknak, gyönyörű kis Dragonite, nem kérdés, Dragon Breath, Outrage, Hyper Beam-et írnak itt neki, figyú, én azt mondom, hogy Dragon Breath, Dragon Claw és Outrage támadással kell használni. De ez csak a saját véleményem. Hydreigon? Nem tudom, hogy kell ejteni, bevallom őszintén, fogalmam sincs. Rengetegen favorizálják ezt a pokét. Nekem nem tetszik. Szép. Szép. Dehogy szép. Olyan ocsmány, hogy még az anyja is csúzdival edette. Nem tetszik. Hát, csináljátok vele, amit akartok. Nem tudok róla véleményt mondani, mert egy nem is tetszik, utána sem néztem, látom Dragon Breath, Dark Pulse, Dragon Pulse támadásra ajánlják. Figyú, nekem ez nem tetszik. Használjátok, ha kell. Nekem ilyen nem lesz. Az tuti. De elérkeztük a következő Skunkeldorunk, beugrott ide a 22. helyre. Ugye Counter Stone és Dynamic Punch. Egyszerűen ki kell neki váltani. Egy vadállat poké lesz az öreg bolyka. Én ezt is fogom használni. Tuti. Zen Darmanitan. Oda nézzetek, Firefunk, Rock Slide és Psychic támadással ajánlják itt. Hát ebből egy 98-asunk vagy 6-osunk van, de elég gyászhatakkal. Figyú, ez jól néz ki ez a poké, nagyon-nagyon dicsérik, tán nem annyira bírja a pofonokat, de ez ha betalál, akkor szakít. Nagyon-nagyon vagány egy poké. Jól néz ki, használjátok, én azt mondom. Következő a Groundonunk, Machot, Earthquake, Fireblast támadással. Groundon nagyon vadállat poké, mindig is az volt.
Nekem ebből van jó, nem húztam ki, nem volt rá lehetőség. Lehetőség lett volna, Candyt kellett volna kicsit többet hozzá farmolni, de mindig volt más, amivel inkább investáltam. Szerintem majd trédelek egyszer-kétszer ebből Shiny-t, Lucky-ba, aztán hogyha lesz belőle egy jó, inkább arra fogok használni. Jól néz ki a Shiny Ground-on, be kell varrani, gyerekek, rohadt jól néz ki. Ha van belőle 100-as, használjátok Machot, Earthquake, Fireblast. Jó kis move kombináció, én látok benne fantáziát, toljátok neki. Következünk itt alul, Togeki, Szünk, Charm, Ancient Power, Aerial Ace. Több helyen is láttam, mert eddig úgy volt, hogy Charm, Ancient Power, és nem Aerial Ace-szel használták, hanem Dazzling Gleam-mel. Van ennek olyan? Kell lennie. Nos, az Aerial Ace-t láttam több helyen is. Figyú, rá kell próbálni, Togeki egy elpusztíthatatlan vadállat. Nagyon erős ez a poki. Nekem lesz ilyenem. Szerintem lesz. Már eddig is fentem rá a fogam, hogy ultraligába bepattintok egyet, de lehetséges. Vagy ultrába, vagy masterba. Mindenki fogok csinálni egy ilyen kis dögöt. Jól néz ki? Hasznos nagyon, erős, mint az állat. Fasza lesz. Következő Haxorus. Hát gyerekek, én annyi tízes kikeltettem már, de ennek a kis picikéje még nem kelt. És ebből nem is a kicsi, nem is a nagy, a Haxorus, hanem a középső evolve-ja. Az az, ami iszonyatosan jól néz ki. Az egyik barátom friendlisten sétáltat is egy olyat, mindig úgy megbábulom, hogy haver, ez ott van a szeren, olyan nagyon jól néz ki a kicsike, jól összerakták. Counter Dragonclaw, nice slash támadással kéne őt harcba vinnünk. Figyú! Nem tudok róla nyilatkozni. Állítólag nagyon vadállat poké lesz, és nem is nagyon ajánlják az evolve-ját, mivel különböző jóslatok szerint valószínű, hogy belőle lesz community nap, szóval inkább arra kéne spórolgatni ezeket az evolve-okat, aki tudja magát tartani. Én azt mondom, gyerekek, inkább spóroljatok vele, és szépen legyen egy-két talomba, amikor eljön az idő és jön a community day. Persze az még soká lesz, hogy ez bekerüljön, de vannak emberek, akik egy-két évet is rávárnak egy újabb poké bejövetelekor, mert tudják, hogy lesz belőle a community day, és addig nem jó volnak. Azt szerintem én is egy ilyesmi leszek. Ő belőle nem lesz jó, max második szintig, mert az rohadtul tetszik. Hogy esetleg kellene belőle egy jobbá is, hogy sikerülne trédelni, csak felivolvolnám egyszer, és akkor azt úgy elsétáltatnám. Rohadt jól néz ki. Nincs itt a Cresszélián kis beugrik ide, gyerekek, a végére felkapaszkodik. Ez a gyönyörű vadállat poké. Hát ugye ez iszonyú defense, erős poké. Ezt Great Ligában, Ultra Ligában és Master Ligában is megtalálhatjuk. Mégsem nagyon használja senki. Vajon miért? Nem tudom, de van belőle egy 98-as Shining, ami még az is lehet, hogy fel lesz tuningolva, gyerekek, azért 98-as Shiny, penge, de nincs mit beszélni róla, egyszerűen gyönyörű. Psycho Cut, Future Sight és Moonblast támadással ajánlják, szerintem ez így tökéletes, nekem tetszik. És ki is fogunk húzni egy ilyet, Zapdosunk, Thundershock, Drill Pack, Ancient Power támadása, Ugye Ancient Power az nem mindegyik Zapinak lehet, az ugye Legacy, hogyha jól emlékszem, azt még nem lehet becsangelni neki, esetleg hogyha ebből van olyanotok. Nem, hagyjátok a picsába, nem ér semmit szerintem a Zapdos, bevallom őszintén, inkább egy jó tenyész Raikó, az gyerekek, az odamar. Zapdos, hagyjuk, hagyd, tényleg, engedd el, jól néz ki, penge, de szerintem nem ér semmit. Gustus Transvampert, gyerekek, ez mindenhova betúrja magát, mert egy rohadt vadállat poké van, egyszerűen nincsenek rá szavak, brutális egy poké, tényleg, nagyon hasznos, Great Ligában, Ultra Ligában és Master Ligában is szerintem ott lesz azért, rengetegen fogják használni, Machottal a Hydro Cannon-t úgy charge-olja, mint semmi más, és egy jó kis Sludge Wave-vel megspékelve, legyen Sludge Wave. Az is lehet. Nagyon ott lesz a szeren, én azt mondom. Jó az a Swampert. Minden ligában csináljátok belőle egyet. Szerintem fasza. És következő, amit itt már nem láthattok. Vajon mi van mögötte? Mi bújt el? Opp, ott kilóg belőle egy kis kavics. Nem tudtam ide berakni. Az egy Tyranitar. Gyönyörű Tyranitarunk. Smackdown támadással, Crunch és Stone Edge-el bekúszott ide. Bevallom nektek őszintén,
Nekem úgy ez annyira nem jön be. Nem is kész. Smackdown, nem tudom, biztos jól pumpálja a charge attackot, le kell majd tesztelni. Adjunk neki egy kis bizodalmat. Tyranny tárunk mindig is jó volt, és jó is lesz. Teszteljük majd párszor, én azt mondom, nem rossz poké ez, de nekem valahogy bájta a szimpatikusabb, csak az annyira gyengén tölti a charge attackot, azzal meg az a baj. Viszont, hogyha bejön egy Metagross ellen, akkor lerágja, csontig. Csontig rágja az öreg Tyranitar. Oly, rohadt jó poki. És ott van a mi kis Dangerünk, ami egy 100-as Smackdown-os Tyranitar, akinek 75 ezer dustba és 75 candybe kerül, hogy legyen második move-ja. Vajon kiváltottam már neki? Remélem igen. Mondd, hogy igen. Danger, Mr. Danger, nem. Hagyjuk inkább. Menjél aludni, Danger King. No hát gyerekek, ennyi lett volna. Írjátok le kommentbe esetleg, hogy ti melyik triót preferáljátok itt ezek közül, amiket felsoroltam, vagy esetleg úgy magatoktól, hogy miket sikerült már összerakosgatni. Rengeteg az alternatíva, tényleg a végtelenség lehet itt mixelni, de írjátok le, hogy ti miket fogtok használni, vagy esetleg mit használtatok már, amik úgy rendre utasították az ellenfeleket. Csekkoljátok le, tesztelgessétek a különböző pokékat, rengeteg variáció van, de biztos mindenkinek megvan a favorite. Mondom én az én favoritemet, természetesen Giratina, must have, Snorlax, és Lugia. Nekem ez a három most így hirtelen, amíg ránézek a monitorra, és így nagyon tetszik. Nekem most ők. Lehet, hogy nem egy ütőképes brigád, de olyan jól néznek ki. Az a baj, itt már az érzelmek dominálnak. Egyszerűen imádom mind a hármat. Főleg van, igen, 200-as Lugia, 98-as, de hát egy 1000 éves Lugiáról van szó, gyerekek, ez végre megérett a Power Up-ra, és megérdemli, hogy Power Up-olva legyen, egy vadállat poké lesz. Én használni fogom. Nyomassátok akkor kommentbe, hogy nektek melyik lesz a best trió, esetleg best triók. Ne felejtsétek el csapatni egy hatalmas lájkot a videóra, hogyha tetszett, és hogyha hasznosnak találtátok. Ja. Szerintem ennyi. Összeszedtünk mindent, most már csak annyi kell, hogy összeszedjük magunkat, nyomassuk a Power Up live-okat. Már látom rajtatok, hogy imádjátok előre, hogy verem el a millió dustokat. Pedig az lesz, gyerekek, gusztustalan Power Up live-ok fognak következni. Úristen már, már mindenem sajok, hagyjuk. Már folyik a könnyem is, hogy a dustom. De igen. Durva lesz. Ez a Master League. Jó, ez még csak pre-season. Ne vegyünk semmit komolyan, de vegyük komolyan. Készüljünk fel, oda kell támasztani, gyerekek. És rendre kell utasítani a népet. Jó lesz. Jó kis pokék lesznek itt. Úristen, végre a Titánok ligája. Fú, ez igazán kemény lesz. Jó, hát elragadtak az érzelmek, bocsánat, de ahogy itt nézem ezeket, ezek olyan pokék tényleg, hogy amiből, hogyha ilyenből van egy százasod, azt örömmel fogod használni, örömmel fogod kipáverapolni, mert tényleg ebből egy százas, akármelyikből, akármelyikre nézek, egyszerűen vadállat. Mind. És mindegyik nagyon hasznos. Köszönöm szépen, srácok, lányok a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenki tényleg csapasod ki egy hatalmas lájkot, aztán, ja, irány a feliratkozás, mert jönnek szerintem a live-ok. Fú, gusztustalan Power Up live-ok. Meg azért nyomatunk majd a Master Ligában csatákat is. Csak a rendszer bírja. Úgy láttam, most nem volt annyi weak connection, ahogy tesztelgettem. Maradjon is ez így. Az erő legyen velünk. Meg a pokéinkkal. Hamarosan találkozunk, addig is jók legyetek. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!